Hú, hát ez most majdnem megint egy pénteki hack lesz, de talán még csütörtökön ki fog menni. Na, de mindegy is, a csúszás oka nem más, mint az átkozott Windows már megint, mert igen, most megint egy olyan rész következik, amikor a Windows jelszavak, meg hashek, meg hackkelések rejtelmeibe fogunk elmerülni. Na, nézzük! Hello, sziasztok! Itt Csermák Szabolcs játékos hacker, ez pedig a csütörtökek egy újabb része, és ahogy mondtam a bevezetőben, egy kicsit meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan lehet mindenféle hash-eket, NTLM hash-eket kiszedni a Windowsból, mert hát a Windowsnak vannak olyan feature-ei, ami hát nem bug, mert feature, tehát nem hiba, hanem ez szándékosan így van, ami viszont segíti a hackert abban, hogy bizonyos információkat megszerezzen. Úgyhogy mit fogunk csinálni a mai napon? Először is fogunk generálni egy shortcut file-t, egy linket gyakorlatilag. Ezt fel fogjuk másolni valahova, és ennek hatására majd a felhasználónk hát el fogja árulni a jelszavát számunkra. Na de megint disclaimer, ezt el kell mondani minden esetben, hogy ez a videó kizárólag oktatási célra készült, jó, tehát senki ne használja a vadonban, ha csak nem vagy pentester és nincsen rá felhatalmazásod, hogy ilyet csinálj. Úgyhogy csapjunk is bele, és mutatom a képernyő képen, hogy hogy is néz ki ez a gyakorlatban. Oké, tehát ahogy látjátok, van a bal oldalon egy Windows-os gépünk, ő lesz majd az áldozat. Ez még nincsen domainbe léptetve, egyelőre még csak simán egy Windows-os gép, ami föl van telepítve. És erre létrehozunk egy linket. Ugye linket hogy lehet létrehozni? Hát például úgy, hogyha mondjuk innen a, nem tudom, a C-t kihúznám valahova, de hogyha itt nyomsz egy altot, akkor igazából ő csak egy shortcutot hoz létre, tehát nem lesz itt effektív az a file, amit kihúztál, csak egy, hát egy link, ami mutat arra, hogy hol van igazából a fájlunk, és ha erre duplán kattintasz, akkor ugyanúgy meg fogja nyitni, mint hogyha itt kattintanál duplán. Na, oké, ezt innen akár törölhetjük is most, ez nekünk nem kell, és kreáljunk egy linket. Erre van egy túlunk. Kicsit belenagyítok, hogy jobban látszódjunk. Tehát van egy olyan fájlunk, hogy mslink v1.2.sh. Ez nem csinál mást, mint hogy megadott paraméterek alapján készít egy Windows-os linkfájt, ami azért, hát hogy is mondjam, szükséges, hogy ilyen fájlt tudjunk készíteni, mert hogy ezek a fájlok, ezek binárisak, tehát nem szöveg van benne, hanem ezek egyszerűen bináris fájlok. Úgyhogy készítsünk egy fájlt. Na most, hova fog mutatni a fájlunk? Van nekünk egy kalink, és ezen a kalin fogunk indítani egy Samba szervert, tehát egy fájlmegosztást MyShare néven, és a RespShare könyvtárból fogjuk kiszolgálni ezt. Igazából az Impact SMB szerver az úgy viselkedik, mint egy Samba szerver, vagy mint egy megosztás, és hogyha bejön valamiféle autentikáció, akkor azt szépen fogja nekünk mutatni. Jó, tehát ez lesz, ami nekünk futni fog, és igazából kellene tudnunk még az IP címét ennek a kalinak, amit tudok is, az a 0.185-ös. Úgyhogy ezt hagyjuk futni, és kreáljunk akkor egy linket, azt mondom, hogy mslink v1.2-l link target, az lehet ugye a per 192.168.0.185 per myshare per test.txt, teljesen mindegy, kell egy ikon neki, ami megint csak lehet egy hálózatos ikon, 192.168.0.185 per myshare per test.ico, mondjuk, megadhatunk neki egy nevet, mondjuk, hogy test, és megadjuk neki azt, hogy az output file az legyen a per tmp per test.lnk, mondjuk. Hát ez kicsit franciául beszél, de egyébként
a TMP-be létrejött ez a test.lnk fájlunk, és hogyha ebbe belenézzünk, test.lnk, azért lássunk valami értelmesebbet is belőle, tehát hogyha ebbe belenézzünk, akkor láthatjuk azt, hogy itt van benne a test.pont ikon, például itt van benne az IP címünk, ahova akarom majd csatlakozni. Kicsit túlnaítottam, talán így jobban fog látszani. Tehát itt vannak benne az információk, de igazából ez egy bináris fájl. Oké, tehát megvan az a tesztünk, és mondjuk a WinSCP-vel másoljuk föl valahova. Na most nyilvánvalóan azt azért tudni kell, hogy most itt ebben a tesztben WinSCP-vel másoljuk fel. De alapvetően ezt fölrakhatjuk egy fileshare-re, hogyha van a hálózaton egy fileshare, akkor oda ezt a linkfájt fel lehet pakolni, és akkor ugyanúgy fog működni ez a fajta támadás. Na, szóval nézzük tovább. WinSCP-vel föl lehetne húzni. Visszajövök ide a Raspberry képernyőre, hopp, itt is kicsit belenagyítok, hogy látszódjon, és nyitok egy WinSCP-t. A SCP-s belépés most nem fogom megmutatni, de igazából közben itt felmásolom a fájlt mindjárt, azt majd látni fogjátok, még kikeresem a TMP mappába. Oké, menjünk vissza, tehát itt van a test.link fájl, amit kreáltunk az én gépemnek a TEM mappájába, és ezt mondjuk a CPR User Documents alá be fogom húzni, és megnézzük azt, hogy mi történik. Jó, tehát megfogom, és egyszerűen ide áthúzom ezt a fájlt, és rögtön azt látjuk, hogy van a Kalira egy bejövő kapcsolatunk. Hoppá, hoppá, ő valamit akar itt csinálni, és egyébként gyanítom, hogy csak azért nem jön még több, mert hogy lassú ez a Windows most, mint a franc, de tegyük fel, hogy minden oké, és csak ennyi van, hogy ő itt beszólt nekünk valamire, valamit leellenőrzött. Tehát láthatjuk már azt, hogy a WinSCP-ből ő már megpróbálta ugye ezt a linket megnyitni, vagy ennek a linknek mondjuk az ikonját megnyitni. Tehát ezt beraktuk a users, vagy usernek a documents mappájába, ezt be is zártam ezt a WinSCP-t, és akkor nézzük meg azt, hogy mi történik, hogyha a felhasználónk az belép a Documents folderbe, ahol beraktuk ezt a linket. Belép. Na de vajon miért nem történik semmi? Hopp, igen, azért már megszakadt a kapcsolatunk. Na mindjárt megpróbálok visszamászni akkor a Kalira. Oké. Okay. Reméljük, hogy beenged. Így van. És akkor elindítjuk újra. Így is van, reméljük, hogy elindul. Config file added. Oké, okay. És akkor most ide jövök a Windowsra, és megpróbálok frissíteni egyet, mert nézzük, mi fog történni. Nyomok egy F5-öt. Hopp! Igen, tehát megvan az incoming connectionünk, és autentikált is, ugye a gép név per userrel, tehát user a felhasználó nevünk itt, és hát itt láthatunk egy szép kis hash-et is. Na most, mi ezt tudunk kezdeni ezzel a hash-sel? Nyilván ezt a hash-t, ezt majd a későbbiekben fel tudjuk használni arra, ahogy ugye a múltkori Windows-os részben a domain controllernek a hash-ét, hogy egy pass the hash támadásra ezt tovább küldjük majd valahova, de ugye most még ez a gép nincsen se domainba léptetve, se mennyit rajta, hogy különösebben semmi. Úgyhogy nézzük meg, hogy hogyan lehet akkor mondjuk egy ilyen hash-sel offline tenni valamit, hogy törjük meg ezt a hash-t. Na most vissza a képernyőre, ez a hash-hez, kicsit akkor kinagyítom ezt az ablakot, tehát megvan a hash-ünk, ezt kijelölöm, és a hash töréséhez nem fogunk mást használni, mint például a hashketet. És azt tudnunk kell, ugye, hogy ez egy NTLM V2-es hash lesz valószínűleg, tehát hashketnek meg kell adnunk paraméterként, hogy milyen hash-t akarunk törni. Ezt
gyorsan leszűröm, hogy gyorsabb legyen, grep-i NTLM. Ez egy 5600-as, tehát akkor azt mondjuk, hogy hashcat-m 5600, és utána beadjuk neki azt a hash-t, amit sikerült ellopnunk, és meg kell neki még adni hát egy dictionary-t, egy szó listát, vagy password listát, hogy miből dolgozom, milyen próbáljon végigmenni. Természetesen itt elegendő lehet az is egyébként, hogy remondunk meg, hogy brute force-oljuk. Ez jelszó komplexitástól függően kibukkanhat viszonylag gyorsan, és egy jelszó belőle meg hát futhat akár évekig is. Úgyhogy ahhoz, hogy most ezt példaként megmutassam, itt föl fogunk használni egy állományt, ami tartalmaz egy csomó jelszót, és ezzel fogunk dolgozni. Úgyhogy vissza a hashcathez, és azt mondjuk neki még egy paraméterrel, hogy van egy olyan fájlom itt, hogy 10 million password list, top 10 million, tehát nagyon sok jelszó van benne, úgyhogy ezzel ráküldjük a hashcathet. Elindítom, a hashcat egy kicsit nyilván itt az elején inicializál, de viszonylag gyorsan meg is lett az eredményünk. Ugye itt van a hash, amit beadtunk, és a végére ő bizony odaírja a jelszót, amit vissza tudott fejteni ebből. Úgyhogy ilyen gyorsan megtudtuk azt, hogy a user nevű felhasználónknak annak a password a jelszava. Tehát nézzük, hogy mi kellett hozzá. Kellett hozzá egy kis shell script, ami megcsinálta a link file-t, kellett hozzá valamiféle hozzáférés mondjuk egy file share-hez, amit tudunk írni, ahova el tudtuk helyezni ezt a linket, és ezt a linket meg sem kell, hogy nyissa a felhasználó, elég, hogyha belép abba a könyvtárba, ahol a link ott van, és a Windows rögtön elkezd kommunikálni, és elkezdi küldeni az autentikációs adatokat, hiszen egy hálózati erőforrást próbál megnyitni. És itt, ahogy láthattátok, megmutatom még egyszer, ez egy lokál user, tehát láthatjuk azt, hogy a user a felhasználó, és a desktop az a számítógép, tehát nincsen benne domain, nincsen benne tartomány, de hogyha majd beléptetjük ezt a gépet egy domain controller alá, beléptetjük domainbe, akkor bizony-bizony a domain jelszó hash fog majd itt kiesni ebből, és ilyentől kezdve akkor már a hálózatot tudunk garázdálkodni, nem csak ezen a gépen. No, hát ilyen dolgokat lehet csinálni a Windows-okkal, és lesz még ilyen rész, mert egyrészt én most nagyon sokat tanultam erről a témáról, nagyon-nagyon érdekesnek tartom, és ugyanakkor néha nagyon elkeserítőnek, de minden esetre próbáljátok ki, természetesen laborkörnyezetben, vagy hogyha van rá felhatalmazásotok, és hát használjátok egészséggel ezeket a technikákat. Jövő héten egy kicsit tovább csavarjuk majd megint reményeim szerint ezt a témát. No, legyetek jók, és boldog pentesztet! Sziasztok!